Hosszú éveken át tartó tervezés előzte meg a Szekszárdi Tudásközpont építési munkáinak megkezdését. A hatalmas épület együttesben kap helyet a Tolna megyei Illyés Gyula könyvtár és a megyei levéltár is. Emellett konferenciák megtartására alkalmas tereket is kialakítanak majd itt. A szakemberek hónapok óta dolgoznak. A helyieknek leginkább a hatalmas daruk és a földből gomba módjára kinövő falak tűnhetnek fel az elmúlt időszakban. Mostanra a létesítmény falai már teljesen állnak. Teljes mértékben elkészült az épület tartószerkezete, 90%-ban kész a vízszigetelés. Az ajzatbetonokat készítjük, ami azt jelenti, hogy az összes gépészeti alapszerelés, ami eltakarva van, elkészült. A villanyszerelési munkák nagy része is elkészült, sőt van, ahol már festenek. Ez egyébként ugyanúgy, mint minden más munka az épületben, rendkívül korszerű módon történik. A festők ugyanis hasonló technikával dolgoznak, mint az autófényezők. A terveink szerint az ősz végéig a külső közműveket akarjuk a földbe lerakni. Szeretnénk az útépítésnek a szerkezetét elkészíteni télre. A festők föl fognak vonulni szeptemberben, és július végén, szeptemberben pár fővel a hidegburkoló is meg fog jelenni. Az épület több, mint 3500 négyzetméter alapterületű, kétszintes, és körülötte 62 parkolót, valamint parkosított teret alakítanának ki. De talán ezeknél is fontosabb, hogy közel nullás energiaosztályú lesz. Elkészült az alaphálózat, és látni a tetőn azt a csőhálózatot, ami a fennkorrendszert fogja ellátni. Az épületben nincs gáz, hőcserélékről fog működni elektromos meghajtáson. Ez ma már ez a legkorszerűbb. Napelemek fogják segíteni az energiahatékonyságot. Ezeket a napelemeket majd egy hónap múlva kezdjük el elhelyezni. A Tolna megyeiek a tervek szerint 2023 második felében vehetik használatba az új Szekszárdi Tudásközpontot.